Köszöntöm kedves nézőinket, a Pilisi Szemlét, a Pilis TV közéleti és kulturális magazinját látják. Palkovics Mária vagyok. Még mindig néhány nyárvégi eseményről készítettünk összefoglalót, de már az őszi események is helyet kapnak magazinunkban. A tartalomból röviden. Barcsik Géza fotóiból nyílt kiállítás a Solymári búcsú előtt. Útépítések, járdafelújítások Vörösváron. Sváb fiatalok találkozója a Schillerben. Lesznek hírek és programok, tartsanak velünk ezen a héten is. Közeleg az önkormányzati helyhatósági választások időpontja, amelyet idén október 13-a vasárnapra tűzött ki Áder János köztársasági elnök. Már nyilvánosságra hozták az idei jelöltek listáját, erről a választás.hu oldalon találnak részleteket. A választás menetét szintén megtalálják itt, de a települések honlapjai, a helyi újságok és internetes portálok is részletes információkkal szolgálnak. A Pilis TV stábja úgy próbál segíteni önöknek a döntésben, hogy bemutatjuk nézőinknek a polgármester és képviselőjelölteket Solymárról, Szent Ivánról és Vörösvárról. Ha kíváncsi rá, hogy kik azok, akik az ön települését képviselni kívánják, figyelje műsorunkat és internetes oldalunkat az elkövetkező hetekben, ahol megismerhetik az összes olyan jelöltet, aki élt az általunk mindenkinek felkínált lehetőséggel. Solymár esetében a település polgármester jelöltjeit egy vita keretében ismerhetik meg még jobban, melyet szintén műsorra tűzünk a választásnapját megelőző héten. Veszélyes hulladékgyűjtés lesz Solymáron. Szeptember 21-én szombaton 9 és dél között lehet ingyenesen leadni a veszélyes hulladékot a helyi sportpálya előtti parkolóban Solymári lakcímkártyával rendelkezőknek. A helyi honlapon a solymar.hu-n tájékozódhatnak, hogy pontosan milyen hulladékok adhatóak ekkor le. Véradás lesz Vörösváron a Művészetek Házában szeptember 25-én, szerdán 13 és 19 óra között. A szervezők kérik, hogy a véradók vigyék magukkal a személyi igazolványukat, a lakcím és tajkártyájukat. Egy nappal a solymári búcsú kezdete előtt nyílt kiállítás Barcsik Géza fotóiból a Bauernhausban. A Solymári Szépházak címet viselő kiállítás válogatást mutat be Solymár értékvédelmi kataszteréből. A kiállítást Pálfi Sándor, Prima Primissima díjas építész nyitotta meg. Solymári Szépházak. Ezzel a címmel nyílt meg Barcsik Géza fotós és festőművész fotókiállítása a búcsú előtti csütörtökön este a Schwab-házban. A kiállítás azokat a solymári házakat mutatja be sok-sok fotón, melyek helyi értékvédelem alatt állnak. A kiállítást Pálfi Sándor, Prima Primissima díjas építész nyitotta meg. Röviden bemutatta a kiállító művészt és munkásságát, majd a most kiállított alkotásokról is mondott néhány szót. A 19. század közepétől a műgyűjtés divatba jöttével és a múzeumok megjelenésével a régi, a köztulajdonban egyben értékeset is jelent, vagy legalábbis az érték egyik meghatározó paraméterévé vált. És ez az állítás napjainkban is megállja a helyét, szerintem. Építészként meggyőződésem, hogy a házaknál sincs másképp, azaz a koruk értékünknek fontos meghatározója. Ez persze nem jelenti automatikusan, hogy egy ház minél régebbi, annál értékesebb is, de az igenis érték, ha egy ház képes reprezentálni a kort, melyben született, és életével hiteles tanújává tud válni a születés óta eltelt időnek. És mivel az érték a közmegegyezés által elfogadottabb, objektívebben megítélhető kategória, talán kimondható, hogy ami értékes, az egyben szép is. Zárójelben a szépség változó megítélése miatt ez az állítás visszafele nem minden esetben állja meg a helyét, azaz a bizonyos korokban bizonyos emberek által szépnek tartott épületek nem feltétlenül képviselnek maradandó értéket. Mindezzel csak azt a véleményemet szerettem volna alátámasztani, hogy a Barcsik Géza tablóin látható Schwab-házak azon túl, hogy szépek, kivétel nélkül megőrzendő értéket is képviselnek.
És szerintem ez kiállításának igazi üzenete, hogy felhívja a figyelmünket közös értékeinkre egy olyan korban, amikor törvényes védelem hiányában büntetlenül lehet elmondani Solymáron 150 éves a falu értékkataszterében is szereplő házakat. Barcsik Géza 1983 óta él Solymáron. Szívesen választja a települést mind fotói, mind festményei témájának. A kiállítás ötlete a Schwab-ház vezetőjétől, Hellenbrand Hildától származik, de Barcsik Géza nagyon régóta tervez egy festménysorozatot a hagyományos házakról, ezért eddig is sok fotót készített solymári épületekről. A mostani kiállításra február 21-től július 20-ig fotózott. Tervszerűen a solymári értékvédelmi kataszterben szereplő épületeket a legideálisabb napszakokban és évszakban. Összesen 44 épületről készült fotó, 3075 darab. A tablókhoz feldolgozott 20 épületről 887 fotó készült el megszerkesztve, és a kiállításon ebből látható épületenként 7 darab kép, összesen 140. A fotókat alkotójuk festmények előtanulmányának tekinti, mert ezek alapján szeretne olaj- vagy akvarelképeket festeni, és ezekből pedig készülne egy könyv is. Barcsik Géza kiállítása szeptember 30-áig tekinthető meg a Schwab-házban. Quelle Rauschen, wie einst vor Jahren im Wald erspringt, wie einst das Reh von ferne hör ich Heimatglocke läuten, die Berge glänzen weiß wie Schnee. I keep so I'm gonna find that man. That man is
3 útfelújítás is elkészült a nyár folyamán Pilisvörösváron. Stábunk a Görgei és a Klapka utcai járdák és a Béke utcai szilárd burkolatú út műszaki átadásán járt. Az idei fejlesztések részeként a Pilisvörösvári önkormányzat 2 szilárd burkolatú járdát építetett a Szent Iváni hegy Vörösvárhoz tartozó részén. Egyet a Görgei utcában, egyet a Klapka utcában. A beruházás július közepén kezdődött, a műszaki átadásra augusztus 12-én került sor. Úgy érzem, hogy nagyon jó ütembe haladtunk. Elég komoly terepmunkát kellett végezni, elég sok gondunk volt a kapubehajtókkal. Ugye ez mindig nehéz, amikor egy olyan utcába kell járdát vagy utat építeni, ahol már évtizedek óta kialakult állapotok vannak, beépítettség van. És itt is úgy kellett a járdának kiszorítani, kiküzdeni a helyet az út mellett. Nagyon sok kapubehajtó van, kapubejáró. Ezeknek a terepszintje sokszor meredek, tehát elég nagy gond volt, hogy a járda nyomvonalát hogy tudjuk úgy vezetni, hogy ne kelljen az összes már kiépült kapubehajtót szétbontani. Ugye ez munkába, időbe, pénzbe nagyon sok problémát okozott volna. Nem is beszélve arról, hogy ha nem úgy sikerül, akkor jogviták az ingatlan tulajdonossal. Úgyhogy elég nehéz terepen kellett ezt a kb. 600 méter járdát itt a Görgei utcában megépíteni. A Görgei utcában a benzinkút fölött elkanyarodó már meglévő járdához csatlakozva, a páros oldalon mintegy 620 méteren, a Nagykovácsi utcai kereszteződésig épült 1,5 méter széles járda. A Klapka utcában a Szőlő utcától a vasúti megállóig épült, 170 méter hosszon, szintén 1,5 méter szélességben, a Görgei utcaival megegyező kivitelben. Ennek a járdának a Vörösvárbánya vasúti megállóhely megközelítésében van kiemelkedő szerepe. Eddig ezen a szakaszon a gyalogosok csak az úttesten tudtak közlekedni. Itt is voltak kisebb nehézségek az építés során. Egy rézsűbe kellett beleharapni, belevágni a járda nyomvonalát, tehát ott nem annyira a tulajdonosokkal, ingatlan tulajdonosokkal, hanem a terepadottságokkal kellett megküzdeni. Én úgy érzem, természetesen ezek miatt, a problémák miatt vannak kompromisszumok, tehát néha a járda egy kicsit lejtős, egyes szakaszokon nem lehetett az ideális 2,5%-os lejtést mindenhol biztosítani, de összességében én úgy érzem, hogy itt a Szent Iváni hegyen egy óriási előrelépés, ugye nagy gyalogos forgalom van lefelé, a Tácsik-Pékség, a benzinkút, az orvosi rendelő, a vasútállomás irányába, azért nagyon sokan laknak itt fönn, és ez a fő közlekedés, útvonal, a Görgei utca, és nem volt egyáltalán gyalogos járda az út egyik oldalán sem. Itt van a játszótér, ahol rengeteg gyerek mozog, autók mozognak, parkolnak, tehát nagyon-nagyon nagy előrelépés ez, hogy itt lehet rendesen, biztonságosan a gyalogosoknak közlekedni. A Klapka utcánál pedig a Vörösvárbányó vasúti megállóhelynek a megközelítésében jelent ez a szakasz egy óriási előrelépést, mert ott is az úttesten kellett kanyarban közlekedni. Gyerekek sokan járnak ugye vonattal iskolába, középiskolába, úgyhogy ez egy óriási előrelépés. Nagyon boldog vagyok, hogy megvan ez is. A járdaépítéseket a NADI Kft. Végezte el, a beruházás bruttó 30 millió forint volt. Szeptember folyamán a Görgei utca járda mentén fákat is fognak ültetni. Ez pedig már a Béke utca, ahol nem járda épült, hanem szilárd burkolat került az eddig murvás földútra. A műszaki átadás augusztus 27-én volt. Hát nagyon régóta várták az itt élő emberek ezt az utat, ugye ez az északi lakókörzetnek a második legfontosabb útja, ez a Béke utca, és ez az utóbbi években nagyon nagy ütemben beépült, ugye ez egy új lakókörzet, ez az északi lakókörzet, nálunk itt a focipálya alatt, és a földúttal sok baj volt, mert nyáron a nagy kánikula idején ez a murvás út nagyon porzott, télen pedig a csapadékos idő alatt nagyon hamar kigödrösödött, hiába javítgattuk minden évben, az út állandóan ilyen problémákat okozott, úgyhogy nagyon várták a szilárd burkolatot, és hát boldog vagyok, hogy most ez is sorra került. Az útépítési munkálatokat a kivitelező NADI Kft. Júniusban kezdte meg, és határidőre be is fejezte. NADI Kft. 2 hónapra vállalta, és hajszál pontosan, késedelem nélkül 2 hónap alatt megépítette ezt az utat, ami nem volt egyszerű, hiszen pont azért, mivel már nagyon beépült ez a terület, ugye a tulajdonosok számára a bejárást folyamatosan biztosítani kellett a telkükre minden nap, tehát hogy legalább éjszaka be tudjanak állni.
amúgy pedig egy forgalmas útszakaszról van szó, egy gyűjtőút jellegű, úgyhogy így különösen nagy teljesítmény volt az, hogy biztosítani tudták a forgalmat is, és az utat is jó tempóba búcsúra. Az külön öröm volt számomra, hogy a Vörösvári napokra, de gondolom az utca lakói számára is az ünnepre az út elkészült. Az út teljes mértékben önkormányzati beruházásként valósult meg. Sajnos belterületi útépítésre pályázatok már hosszú idő óta nincsenek, az ilyen nagyobb kis települések számára voltak, de 10 000 felőtti lakosszámú települések számára nem, úgyhogy ez szintisztán önkormányzati forrás. 63,5 millió forint volt nagyságrendileg ez az útszakasz, ez közel 500 méter, majdnem fél kilométer, 480 méter egész pontosan, a Postakert utcától a Nagy Imre utcáig tartó szakasza ez a Béke utcának, mert egyébként az utca még folytatódik, van a végén egy ilyen zsákutcaszerű nyúlványa még az útnak, odáig nem mentünk el, hanem csak a Szilárd burkolattól a Szilárd burkolatig, úgy gondolom, hogy ez volt az utca legfontosabb és döntő szakasza, és még megemlíteném, hogy az útépítés mellett a csapadék víz elvezetését is megoldottuk, majdnem 400 méter hosszon épült ilyen szikasztóárok, profilírozott szikasztóákot, árok, és egy majdnem 90 méteres szakaszon még zárt csapadékvíz csatornát is építettünk, és itt a focipálya mellett pedig az útpatkán egy ilyen parkolósávot és murvás parkolósávot kialakítottunk, úgyhogy ez mind része volt a beruházásnak, hogy a csapadékvíz elvezetést is ezen a szakaszon megoldjuk. Tizedik alkalommal rendezték meg a Sváb Fiatalok Identitást Erősítő Országos Kulturális Találkozóját, melynek ezúttal a Vörösvári Schiller Gimnázium adott otthont augusztus utolsó hétvégéjén. Augusztus utolsó hétvégéjén rendezték meg Pilisvörösváron a Schiller Gimnáziumban a tizedik német ifjúsági találkozót, a Sváb Fiatalok Országos Kulturális Identitás Erősítő Találkozóját. A rendezvényt a Landesrat, a Magyarországi Német Ének Zene Tánckarok Országos Tanácsa szervezte. Ez az egyik legfontosabb rendezvénye a Magyarországi Német Ének Zene és Tánckarok Országos Tanácsának, hisz ezen a rendezvényen mutathatja meg, hogy milyen jövőt szán a magyarországi németségnek, svábságnak. Ez a tizedik német ifjúsági találkozónk. Ebben az évben középpontban a gyűjtést, ami a hagyományőrzés egyik elengedhetetlen feltétele, hogy összegyűjtsük mindazt, akár tárgyi, akár szellemi örökségünket, amelyeket az elődeink hoztak létre, és adományoztak nekünk, nekünk pedig ez a felelősségünk, hogy ezt továbbadjuk. Ebben az évben közel 250 fiatal jött el ide Vörösvárra a tizedik ifjúsági találkozóra. De vajon miben állhat ez az identitásérzés, és mit jelent a 21. században sváb fiatalnak lenni? A 21. század ránk zúdított egy úgynevezett digitális transformációt, egy digitális átalakulást, amelyben újra meg kell fogalmaznunk az, hogy mit is jelent számunkra az identitás, mit is jelent számunkra az, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, és újra kell pozícionálnunk, újra el kell helyeznünk ebben a modern környezetben a nemzetiségi, a nemzet és a nemzetiségi értékeinket, amely a megőrzés egyik záloga. Ebben úttörő szerepet vállalt a Magyarországi Német Énekzene és Tánckarok Országos Tanácsa, hisz szeretnénk annak a felelősségét felvállalni, hogy mind a tánc, mind a zene, mind az ének kultúránkat minőségében őrizzük meg. Ehhez pedig nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a fiataljaink is kedvet érezzenek, hogy ezt ápolják. A digitális világban egy-két szintű munka folyik, az egyik, ami hozzánk igazán közel áll, hogy a Földön kell mindezt elvégeznünk, de nincs mese, a közösségi portálokon is ott kell lennünk, hogy mindazt az élményt, amit megélhetünk sváb fiatalként, azt ott is közre tudjuk adni. Természetesen ez csak a jéghegy csúcsa, de ez mellé, ez mögé fel kell építenünk azt az oktatási rendszert, azt a továbbképzési rendszert, azt az ismeretterjesztési rendszert, ami a felgyorsult világban hozzásegíti a fiataljainkat ahhoz, hogy az önazonosságukat, tehát identitásukat újra megélhessék, és ez ne egy verseny legyen, hanem egy magától értetődő érték, hogy ennek helye van a világban. Most kezdesz!
hogy a 10. ifjúsági találkozót megrendezhettük. Külön nagy köszönet a Landesrat nevében Pilisvörösvár város önkormányzatának, polgármester úrnak, a német nemzetiségi önkormányzatnak, és talán aki a munka oroszlán részét vállalta, a Vörösvári Heimatwerk csapatának, nekik különösen köszönjük, hogy itt vannak velünk a szervezésben, a szervezésből kiveszik a részüket, ők itt Pilisvörösváron a mi fesztiválunk egyik szervező, hanem a legfontosabb szervező ereje. Idén több mint 10 településről közel 250 fiatal érkezett a rendezvényre. Az esemény szombatja konferenciával kezdődött. A 10. országos ifjúsági sváb találkozónak is a szombati napján hagyományos módon megrendezésre került egy konferencia. Az idei évben is nagyon színvonalas előadásokat hallgathatott meg a közönség. Zsámboki Szabolcs tartott nekünk egy előadást a népviseletek gyűjtésének fontosságáról, dr. Mirk Mária a népdalok gyűjtéséről, és dr. Müller Márta pedig a versek és mondókák gyűjtésének a fontosságáról tartotta az előadását. Mind a három előadás azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok gondolatot ébresztett a fiatalokban arra vonatkozóan, hogy gyakran szoktuk azt emlegetni, hogy talán már túl késő ahhoz, hogy megtaláljuk még azokat az adatközlőket, akiktől hiteles információkat tudunk szerezni, de mind a három előadótól azt a megerősítést kaptuk, hogy még nem késő, és mindenkit arra buzdítottak, hogy otthon, a saját környezetében, vagy a szűkebb környezetében mindenféleképpen kezdje meg ezt a gyűjtőmunkát, hiszen ez rettentően fontos, hogy ezek az anyagok gyűjtésre kerüljenek. A konferenciát a hagyományos utcai felvonulás gálaest, majd éjszakában nyúló bál követte, amin a muzsikát a Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar, a Sárer Dráj és a Perglander Puam szolgáltatta. A találkozó utolsó napján főzőversenyen, focitornán és nemzetiségi vetélkedőn mutathatták be tudásukat a jelenlévők. Most pedig lássuk a programokat. Szeptember 19-én csütörtökön 17 órától őszi kreatív délutánon vehetünk részt a Bauernhausban, mely során Brocki Erikával, virágkötővel kerti és szobai dekorációt lehet majd készíteni. A foglalkozásra a Schwab-házban lehet jelentkezni. Mindennapi mérgeink címmel indít előadássorozatot Kautsky szemük Adrián okleveles természetgyógyász. Az első alkalomra szeptember 19-én csütörtökön kerül sor 18.30-kor a Vörösvári Művészetek Házában. Az előadás középpontjában a minket napi szinten körülvevő legkárosabb vegyületek és azok hatásai lesznek, de azt is megtudhatjuk, hogy hogyan kerülhetjük ki, illetve milyen természetes anyagokkal helyettesíthetjük őket. A részvétel díjtalan. A Pilisilen Nagycsaládosok Egyesülete társasjátékpartit szervez a Pilis Szent Iváni plébánián szeptember 21-én, szombaton délután 14 és 18 óra között. Szeretettel várják a kicsiket és a nagyokat a játékos programra. Ugyanezen a napon, tehát 21-én szombaton megkezdődik az új színházi évad Vörösváron. A Magyarok Dalszínház előadásában a Szép nyári nap című Neotom musical tekinthetik meg az érdeklődők a Művészetek Házában este 7 órától. Jegyek 2000, 2500 és 3000 forintos áron válthatóak az intézmény portáján. Családi matiné lesz a Lóca Együttessel szeptember 22-én, vasárnap délután 5-től Vörösváron a Művészetek Házában. A gyermekek aktív részvételére épülő műsor központi témája az ősz és a szüret lesz. A kisgyerekes programra a jegyek 900 forintba kerülnek. Szeptember 25-én szerdán két programmal is készül a Solymári Bauernhaus. 16 órakor Elisné Draxler Erzsébet és Enzman László ismét várja a régi fotók kedvelőit a képnézegetőre. 18 órakor pedig a Történelmi Tévhitek Solymárról programsorozat újabb előadását hallgathatják meg az érdeklődők. Ritter György, helyi történész, ezúttal arra keresi a választ,
hogy Mátyás királynak vajon valóban a Solymári vár volt-e a kedvenc vadászkastélya. A tavalyi sikerre való tekintettel ismét meditatív koncertet ad Mészáros Tibor hangpásztor Vörösváron, a Művészetek Házában szeptember 27-én, pénteken 20 és 21 óra között. A hangfürdő elnevezésű eseményen különböző hangszerekkel olyan harmonikus rezgéseket hoz létre, melyek áthangolják a sejteket és stresszoldó hatásúak. A különleges élmény az elmélyülést is segíti, általa harmóniába kerülhetünk a minket körülvevő világgal. Jegyek a hangfürdőre kizárólag elővételesen 1000 forintért kaphatóak. A hangpásztor kéri, hogy a résztvevők kényelmes öltözetben, polifommal és kispárnával érkezzenek. Háromnapos szüreti mulatságot szervez a Solymári Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Reményi Margit Tánc Együttes és a Település Üzemeltetési Kft. Szeptember utolsó hétvégéjén. 27-én, pénteken 18 órakor a Lustigetszverge Német Nemzetiségi Óvodában kezdődik a rendezvény. Az ünnepélyes megnyitó keretében egy sörös hordót fognak csapra verni, és a soroksári vidám favágó fiúk adnak műsort. Majd 19 órától hajnali 1-ig a táncesten mulathatunk a Berglander Poem zenekarral. 28-án szombaton délelőtt 10 órakor a Solymár és Wüsterod között fennálló 30 éves partnerkapcsolatot ünnepli a két település a Művelődési Házban. Délután 15 órakor fog kezdődni a szüreti felvonulás, utána 16 órától a templomtéri rendezvénysátorban lesz színes program. Az este 7-től hajnali 2-ig tartó szüreti bálon a Szomori Fiúk zenekar fogja szolgáltatni a talpalávalót. A rendezvény záró napján, 29-én, vasárnap délelőtt 10:30-kor német nyelvű szentmise lesz a római katolikus templomban. Majd 16 órakor a Krigli Band és a Freunde Kapella zenekarok fognak gondoskodni a sváb zenei hangulatról a rendezvény sátorban. A háromnapos eseményen a részvétel ingyenes, mindenkit sok szeretettel várnak. A Zene Világnapja alkalmából ad koncertet Mayer Angyalka zongora művész a Piliszentiváni iskola aulájában szeptember 29-én vasárnap 17 órakor. A hangversenyen Liszt, Chopin, Schubert és Beethoven művei csendülnek majd fel. Közreműködik a Piliszentiváni vegyes kórus és Tácsik Zoltán brácsa művész. A belépés ingyenes. Helytörténeti estet rendez a Piliszentiváni Helytörténeti Egyesület a Generációk Házában szeptember 30-án hétfőn 17:30-tól 19 óráig. Műsorunk véget ért, köszönjük figyelmüket! Híreinket és a programajánlatokat megtalálják honlapunkon is, a www.pilistelevizio.hu címen, műsorainkat pedig visszanézhetik a YouTube-on. Tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra!